1848. március 15-e számunkra nem csak egy forradalom és szabadságharc, hanem egy politikai tavasz kezdete is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Egy olyan forradalom volt ez, ahol ránk kényszerítették a háborút. Ahol mi védekeztünk, a békét, a szabadságot és az egyetértést védtük. És egyet tudunk-e abban érteni, félretéve minden világnézeti és ideológiai különbözést, hogy a legfontosabb dolog, hogy magyarok vagyunk. És elsősorban az ebből álló feladatokat kell megoldani, és közösen kell megoldani. Éljen a magyar szabadság, éljen az. Én is egy másikon, ha egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani, azt fogja gondolni, negedek vagyunk, negedek vagyunk. Én is egy másikon, ha egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani? Március 15-e engem egyrésztről a fiatalok erejére emlékeztet. Szabadságvágy, a tetrekészség, az, hogy a küzdés a célok eléréséért és a közös értékek védelméért, akár harcok árán, mindig inkább a fiatalokra volt jellemző. És szerintem pont ezért fontos megemlékezni ezekről a különleges pillanatokról, hogy ez a lendület, ami a fiatalok előnye volt mindig is, ez továbbra is megmaradjon.